Mintegy 300-an látogattak el a Matyó Múzeumban megtartott ingyenes programokra szeptember 16 és 17-én. A hagyományosan minden év szeptemberében megtartott Kulturális Örökség Napjai országos rendezvény idén az Aranykorok emlékezete nevet viseli. Ez évben három tárgykör közül választhattak a kulturális intézmények. A múzeum, amely évek óta kapcsolódik az eseményhez, Arany Jánost választotta témájául, nagyszalontai költőnk 200 éve született. Az Aranypercek családi körben elnevezésű program keretében az író költeményeiből választhattak a vendégek, amelyeket Kis Csabai Dávid a Maszk Egyesület tagjának előadásában hallgathattak meg. Ezen kívül a programok között szerepelt rendhagyó tárlatvezetés is. Az időszaki kiállításunk rövidesen bezár, úgyhogy jó apropója volt a programnak az, hogy egy kicsit ezt a 100 rózsa körüli pályázatot, a múltat és a jelent összekössük, hogy miért is él ez a pályázat, és miért fontos, hogy az ország minden pontjáról küldenek és neveznek be textíliákat, ruházatot, kiegészítőket. A múzeum nyáron az épület történetét, a volt koronaszállót idézte meg, amely témára felfűzve az állandó kiállításon kalauzolták végig az érdeklődőket a kétnapos program ideje alatt. Ehhez kapcsoljuk a tárlatvezetést, hogy egy koronaszállóból indulva hogyan is jött létre itt egy múzeum, és miért fontos a városnak, hogy egy múzeummal és annak a gyűjteményével megismertesse a látogatókat. A hétvégi programokra az ország több pontjáról érkeztek csoportok, például Paksról és Eneséről is. A rendezvényen a vendégek Gyulai Livius grafikus művész felnőtteknek szóló rajzfilmjeiből is csemegésztek, valamint kézműves foglalkozáson Isten hozott és Édes otthon feliratos kopogtató táblácskákat készíthettek.